Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon érdekes, de nagyon egyszerű és hasznos programot fogunk megismerni, hiszen már két résszel ezelőtt betelepítettük a rendszerünkbe a BTRFS asszisztenst. Ez valóban nagyon egyszerű, a legegyszerűbb megoldások arra, hogy te kényelmesen és egyszerűen karba tud tartani a BTRFS fájrendszeredet, illetve a mentéseket, illetve a pillanatképeket, mert a pillanatkép nem egyenlő mentéssel, de hasonló funkciókat lát el, azaz a BTRFS asszisztens meg fogjuk ismerni. A használata egyszerű, de ez felhasználói joggal nem tudsz hozzáférni, hiszen indítás után azonnal látni, hogy jelszót kér. A tesztrendszeremben megadott titkos jelszó, ami 3 darab A betű, után lehitelesítettem a dolgot, láthatóan megjelent. Nyilvánvalóan a kinézete, színezete meg fog felelni a te rendszerednek, azaz felveszi a rendszer színeit, nagyon kényelmesen használható. Kezdjük az elején. Az első fül, nagyon fontos fül, és itt ki kell arra térnem, hogy igazából ez a program nem teljes tudású, ezen kívül léteznek jobb, fejlettebb, illetve egyéb programok is, de alapesetben, hogyha ezt egyszer, pontosan egyszer megfelelően beállítod, nem lesz ezzel gondod, nem kell nagyon bonyolítani a dolgokat. Természetesen azt is el kell mondanom, hogy a BTRFS fájrendszerhez a beállítások, pontosítások, finomítások, a pillanatképek készítésének a módjai az terminálba is megoldhatóak, sokkal pontosabban be tudod állítani, de nekem nincs arra szükségem. Legalábbis jelen pillanatban arra nincs szükségem, hogy ezzel babráljak, a legegyszerűbb módot választottam. Na, ezen kívül mit kell tudni? Első körben ez a program lemez szemléletű. Tehát, hogyha egy lemezt leformáztál, és arra tettél több alkötetet, akkor is a lemezt fogja megjeleníteni, és a lemezhez tartozó dolgokat fogja neked megfelelően beállítani. Azaz nagyon figyeljünk arra, hogy valóban fontos. Tehát, hogyha van egy lemezet, és az alá becsatolsz egy másik lemezt, akkor is csak a lemezre, és nem a becsatolt lemezre is lesznek érvényesek ezek a beállítások, tehát a pillanatkép készítés, ami itt inkább fontosabb. Oké, kiválasztod a lemezt, elég kényelmetlenül nem a lemez neve jelenik meg, illetve nem a lemeznek a száma, hanem ez az UID szám. Teljesen mindegy, meg fogod találni. Nyilvánvalóan kiválasztod azt a lemezt, amivel te foglalkozni szeretnél. Információkat megkapott, figyeljünk arra, hogy melyik lemezt jelöltük ki. Nyilvánvalóan mindenki a saját rendszerét ismeri, ez az alaplemezem, tehát a rendszer lemezem, inkább így mondom. Itt meg lehet nézni a statisztikákat, egy kicsit ijesztő az elején, mert abban a pillanatban, amikor megnyitottam először, azt láttam, hogy az adatok teljesen kilógnak a végéig, azaz 96% el van használva. Nem ezt jelzi. Következő 2 dolog, ami számunkra fontos. Az egyik a scrub, azaz surolás, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem, ez a metaadatokat és a te tényleges adataidat veti össze. Ha ezt te elindítod, akkor leellenőrzi a fájrendszeredben az adatoknak az állapotát, hiszen minden állományról ő készít valamilyen ilyen metaadat dolgot, teljesen mindegy ez, hogy micsoda, ami bizony ilyen kis leképezése, ellenőrző dolgai annak az állománynak, és hogyha megsérül, akkor ő esetlegesen ezekből vissza tudja állítani. Nyilván ezt időnként lefuttatja az ember, általában nem szokott ezzel gond lenni. Egy vészleállás, áramszünet vagy egyéb probléma okán elő szokott fordulni, hogy adatok megsérülnek, ezzel egy picit vissza tudod állítani. A másik, a balansz, azaz a kiegyensúlyozás, ez hasonló a töredékmentesítéshez, gyakorlatilag hasonló funkciót fog ellátni. 2 megjegyzésem van, ezeket időnként le kell futtatni, rendbe tesszük a fájrendszerünket. Másik, ez a második gondolat hozzá, nem akkor kéne a balanszot futtatni, amikor éppen videót vágsz, le van terhelve a géped és használod, nyugalmas, azaz passzív időszakban lefutatjuk. Miért? Mert nyilvánvalóan ezek a fájműveletek, ahogy ő rendezgeti a dolgait, rá kell bízni.
hiszen mi megbízunk a program készítőjébe, rá kell bízni, hogy mit csinál, de azért ez időnként, főleg HDD-n, azaz merev lemezen, igencsak hosszú időt, illetve igencsak erőforrásos műveleteket fog jelezni. Azaz, aki sipákol a interneten, hogy jaj, lelassult a gépem, mert rátettem a BTRFS cuccot, és az vége a világnak, ő neki esetleg el kell gondolkodni a balanszot, illetve egyéb rendező műveleteket nem akkor kéne futtatni, nem arra kéne időzíteni, amikor neki sok munkája van. Azaz, így gyakorlatilag két dolgot kell tudni. Egyrészt be kell állítani, melyik lemezzel fogunk dolgozni, másik időnként meg kell nyomni a start gombot, nem óránként, hetente, havonta, talán, vészleállásnál a scrubot el lehet indítani, hogyha indul a rendszered, nem szokott ezzel probléma lenni. A másik, a kvóták engedélyezése nálam ki van kapcsolva, alapesetben is ki van kapcsolva, illetve frissíteni tudod a BTRFS adatokat, azaz, hogy melyik lemezt hogyan lássa. Oké, alkötetek, ezek az alkötetek vannak meg, itt nyilvánvalóan van mentéses alkötetem, értelemszerűen a dátumot meg tudod nézni, hogy melyik dátummal kapcsolatos, mikori visszaállítási pontok vannak, van lehetőség, egyiken rákattintunk, visszaállítod a mentést, benne böngészni tudsz, értelemszerű. Itt gyakorlatilag megnézünk egy darabot, és hát beböngészi azt a könyvtárat, amire pöktem, és utána ennyi, megnézed, hogy mi micsoda. A visszaállítás után, a böngészés után, hogy törölni tudod a mentéseket, alköteteket nem törlünk. Tehát alköteteket nem törlünk, amelyikről nem tudjuk, hogy micsoda, mert a home alkötet az bizony a te saját mappád, a saját rendszered, azaz jobb lenne, hogyha nem törölgetnél ész nélkül, a frissítés az frissítés. A snapper fül nagyon jó dolog, itt tudsz újabb pillanatképeket készíteni, illetve törölni, frissíteni ezeket. Na hát keresgéljünk, nézzük meg, hogy milyen visszaállítási pontok vannak. Na hát kettő darab olyan dologra szeretnék rámutatni, ami nagyon hasznos. Gyakorlatilag itt látható, hogy van olyan timeline. Ez egy beállított, időzített pillanatkép készítő programnak a része. Elmondja, hogy ez ahhoz tartozik. Azaz az idővonal szerint ő készít nekem a pillanatképeket. Itt lehet látni másik dolgot, a pre meg post előtte, utána állapotot készítünk el, akkor, amikor egy telepítést elindítunk. Ez nagyon kényelmes, mert az adott telepítést, frissítést, egyebet vissza tudunk vonatni, azaz előző állapotra vissza tudunk lépni. Nyilvánvalóan, hogyha te ráböksz erre, és a visszaállítás gombot megnyomod, kapsz egy panelt, adhatsz a visszaállítási pontnak egy akármilyen nevet, és utána visszaáll arra az állapotra a rendszer. Visszaáll a rendszered egy újraindítás után, ismétlem újraindítás után, erre egyébként felhívja a figyelmet a rendszer is, ami a telepítés előtt volt. Azaz, nagyon kényelmesen egy telepítést, vagy egy variációt, vagy egy kavarást vissza tudsz vonatni. Nem kell azon gondolkodni, utána nézni, hogy melyik programokat tettél föl. Ő pontosan tudni fogja. Azaz, arra pillanatképre vissza tudsz léptetni. Nagyon kényelmes. Természetesen most egy timeline-ra bökünk, keressünk benne, végig tudod nézni, hogy mi az, ami benne van, láthatóan. Visszamész, és hogyha nagyon-nagyon belepiszkáltál a dologba, akkor még egy-egy adott fájt is vissza tudsz állítani, látható, egy darab fáj visszaállítására is van lehetőség. Nyilván egy konfigurációs fájt vissza tudsz állogatni, nem innen szoktam visszaállogatni, hanem a konfigurációs fáj piszkálása, átállítása, szerkesztés előtt egy mentést, egy másolatot szoktam róla készíteni, nagyon kényelmes egyébként, mert gyorsabb, mint egy ilyen BTRFS pillanatképből való kikeresés és visszaállítás, de gyakorlatilag ez akkor hasznos egy fáj visszaállítása, hogyha nem a rendszermentésekről beszélünk, hanem a saját adatkönyvtáradról, mondjuk a doksi könyvtáradról beszélünk, szerkeszt az ember valamit, és utána kiderítő, a tegnapi állapot mégiscsak jobb, és ha van mentése, természetesen ismétlem, és ha van mentése,
akkor van lehetősége belépkedni ebbe a pillanatképbe, és egy fájlt is vissza tudunk állítani, kényelmesebb, mint mondjuk terminálba. Ezeket a felcsatolásokat, lecsatolásokat, ide-oda másolgatásokat megtenni. Itt igazából én nem szoktam törölgetni, mert gyakorlatilag számomra a rendszer elvégzi a törléseket. Na hát azt mondtam, hogy itt be tudod állítani a rendszeredet, hát bizony a Snapper Settings-be állítod be. Állítsunk is be egy mentést a doksi könyvtáramra, azaz a nyúra bökünk, és adunk egy nevet, legyen neki XXX, megadjuk, hogy melyik kötetet, megadjuk, hogy melyik fájrendszert, nekem a doksik alá be van csatolva egy fájrendszerünk, azt szeretnénk menteni, és készítünk egyet. Megnézzük, hogy XXX, igen, a doksik, és utána jön az időzítés. Időzítés előtt ezt a hármat bekapcsoljuk, és rányomunk egy aplira, tehát a systemd-nek megmondjuk, hogy tesókám, légy szíves ezeket elindítani, és észben tartani. Megadhatunk többféle mentési ciklust, gyakorlatilag megadhatunk órás, napos, hetes, havi és éves mentésciklusokat. Értelemszerűen az órás, napos, ami bennünket igazából jobban érdekel, illetve megmondhatjuk neki, hogy órásból 10 darabot legyen szíves megtartani, az nekem kevés, én szeretnék 24-25-öt megtartani, ugye az elmúlt 1 nap plusz 1 óra időszakából óránként legyen egy-egy pillanatképen, a napiból tartson meg 10-et, ízlés szerint annyit tartasz meg, amit szeretnél, napi mentés szerint 10 darab, összesen 10 darab lesz, amikor elkészül a 11. a legrégebbi, automatikusan törli, rendezi az ő dolgait, törölni fogja, a hetik is hasonlóképp működnek. Egyszerű, hát persze oda van írva, hogy órás, abból legyen 25 darab megtartva, kalapkabát, köszönöm szépen, nem kell ezt túlzásba vinni. Persze parancsorba ezt egy kicsit jobban be tudod konfigurálni. Úgy emlékszem, de akinek van kedve, nézzen utána, de úgy emlékszem, 5 perces mentéseket, pillanatképeket is tudunk készíteni. Nagyon ritkán van ilyesmire szükség, hogy 5 perces mentéseket, pillanatképeket szeretnénk. Én úgy érzem, hogy az órás számomra teljesen kényelmes. Arra nagyon-nagyon-nagyon figyeljetek, hogy mindenképp pontosan adjátok meg annak a kötetnek a nevét, elérési útját, amellyel te dolgozni szeretnél. Miért? Mert nyilván ő nem fogja tudni. Az alapbeállítás a alapkönyvtár, tehát a gyökérkönyvtár, és a gyökérkönyvtár alá becsatolt, ahogy itt látni lehet, a doksik elnevezésű kötet nem kerül mentésre. Erre nagyon figyeljetek. Tehát az alapkönyvtár, root könyvtár, hiába van bejelölve, az alá becsatolgatott akármilyen lemezeim, partícióim nem fognak mentésre kerülni, csak kizárólag az adott, ahogy mondtam, lemez szemlélettel történő mentéseket fogod látni, azaz itt erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy mit, hogyan és hova csatolgatunk, illetve természetesen az, hogy mire adjuk ki azt a parancsot, hogy légy szíves már meneteni, illetve pillanatképet készíteni róla. Arra is érdemes odafigyelni, és a megfelelő beállításokat megtenni, tehát nem túl sok régebbi pillanatképet megtartani, hogyha egy lemezről elvisszamásolgatsz, rengeteg adatot ide-oda tologatsz, akkor a mentéseid felnőhetnek, nagy területet foglalnak el, nyilván ilyenkor az ember egy tisztítási folyamatot, egy-egy törölgetést elvégez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem hasznos volt, összefoglalnám. Kijelöljük a lemezt, megnézzük az adataikat, időnként elindítjuk ott alul azt a két dolgot, időnként ritkán, akkor, amikor úgy érezzük, hogy erre szükség van, ritkán, valóban ritkán, nem szokott ezzel probléma lenni. A másik dolog pedig az, hogy az alköteteket, pillanatképeket, inkább így mondom, a pillanatképeket tudod kezelni, tudsz újat készíteni, új mentési pillanatképet, hogyha olyanod van, bele tudsz lépni, keresgélni tudsz benne, vissza tudod állítani az adott állapotot, illetve vissza tudsz állítani egy darab állományt, illetve egy-egy adott pillanatképére vissza tudsz léptenni. Ez egy hasznos funkció, hogyha sokat telepítesz, ide-oda rakosgatod a dolgaidat,
Nem kell a csomagkezelőbe emlékezni, hogy te mit éppen, mikor, hogyan telepítettél, itt visszamenőleg egy bizonyos ideig, beállítható ideig megőrzi ezeket a pillanatképeket, amikor telepítesz, előtte készít, utána készít, és neked kényelmes visszaléptetési lehetőséget ad, illetve be kell állítani. Be kell állítani, beállítás az utolsó fülnél történik, logikusan kaphat egy nevet. Na hát természetes minden mentési folyamatnak van egy neve, hogy be tud azonosítani, be tudod állítani, hogy mi legyen. Nyilvánvalóan a beállítás szerint 0 darab heti mentésem van, pillanatképpen, elnézést, így pontosabb, arra nekem nagyon nincs szükségem, készítünk napos, illetve órás pillanatképeket, meg majd valamikor havi, illetve éves pillanatképeket is elkészít. Ezekre sincs nekem olyan nagy szükségem, vélhetően egy folyamatosabban dolgozó rendszernél ez egy kicsit izgalmasabb. Én igazából nem hiszem, hogyha be van állítva, hogy évesből legyen 10 évvel ezelőtti pillanatképre vissza szeretnék léptetni, nyilvánvalóan arra már a lemezek, a kötetek, a merev lemez, illetve az SSD-k azok már régen elavultak, tehát gyakorlatilag maradjunk annyiba, hogy ezek vannak, és be lehet állítani. Nagyon fontos az órás napos beállításnak a darabszáma. Logikusan tudunk ezen finomítani parancsorból, nem szoktam 5 perces, 15 perces pillanatképeket csinálni, és ami nagyon-nagyon fontos, a mentésnek meg kell adni, hogy mit szeretnél menteni. Ez igazából egy kicsit értelemszerű, egy kicsit óvodás, hogy ennyiszer kiemelem, de az alapbeállítás, a PER, azaz a gyökérkönyvtár nem feltétlenül lesz minden esetben neked jó. Ahogy lehet látni itt a doksik lemez, partíció, kötet mentését én megadtam, és így naponta, illetve óránként készülnek róla pillanatképek, 25 darab órás van megtartva, 26-nál már az legutolsó, az törlésre kerül, nem kell ezzel neked nagyon foglalkozni, automatikusan megcsinálja, és az is természetesen egyértelmű, hogy mikor minden jól be van állítva, a mentés parancsot megadjuk. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, szerintem ez egy nagyon kényelmes program, alapbeállításokat meg lehet tenni. Nagyon fontos, hogy elmondjam, a BTRFS fájrendszer nem egy X4-es, hanem annál sokkal több beállítási, variálási, kavarási lehetőséget ad. Ebbe bent van az a veszély, hogy te naponta, hetente, percenként azzal töltöd el az időt, hogy agyon konfiguráld. Nem. Ha nem tudod, hogy mit kell konfigurálni, nincsenek olyan ismereteid, mert miért lennének, hogy ezeket hajszál pontosan beállítsd, akkor hagyatkozz egy profi programra, ami megmondja, hogy óránként naponta ennyi, ezt menti, köszönöm, és ennyi. Nem kell hozzányúlni, nem kell az alköteteket, pillanatképeket percenként törölgetni, be kell állítani, hogy órásból, naposból mennyi legyen, és utána természetesen a rendszer megcsinálja saját adminisztratív feladatait. Tehát az, hogy odamész és elkezdesz egy fájkezelőbe törölgetni, az nem járható út. Az itt nem járható út. Azaz a BTRFS fájrendszernél el lehet tolni nagyon sok dolgot, ki lehet kapkodni olyan pillanatképeket, hiszen növekményesek a mentési pillanatképeink, amelyekre szükség van. Rá kell hagyni a rendszerre. Ez a dolga, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon utána olvas, mit és hogyan és miképp kell megcsinálni. Köszi szépen, sziasztok!